Szavaztok! Újra itt vagyunk, ismét edzés, nyomunk, itt a rönk, közeledik a verseny, mindig elmondom, mert egyre jobban közeledik. Nyomó edzés lesz, a terv a szokásosan, ha lehet így mondani, a rönk, az egy alapgyakorlat, olyan, mint a kőgolyó, tehát elég sűrű, 5 versenyből 4-en van, de 3 biztos, ezt nagyon be kell gyakorolni, aztán egykezes, azt beszéltük. A harmadikat pedig majd az erő állapotunknak megfelelően beleillesztjük a programba. Nem tudjuk még, hogy mi lesz. Rönkkel kezdünk. Hogy érzed, tervek, célok? Hát, célom minél nagyobb súly, ugyebár aztán majd meglátjuk. A csütörtöki edzés még egy kicsit érzem. Igen. De már nem annyira. Nem sok nap telt el azóta, amit legutóbb láttatok, amit lenyomtunk, pár nap telt csak el. De újra itt vagyunk, mert ugye sürget az idő, aztán nyomjuk, megpróbáljuk kihozni a legjobbat. Nézzük! kilóval kezdik a melegítést, mint mindig. Jaja, nagyobb nem ugrunk. Eddig nyomunk az üres eszközbe is, hogy beálljon maga a forma, a mozdulat. Nem lehet egyből nagy súlyak. Kilencvenre megyünk. Sokan kérdezik, hogy hát elég sűrű, felmerülő kérdés, hogy van-e különbség nehézségbe röntnyomás és sima rudas merrőnyomás között. Hát rengeteg különbség van. Összesen lehet hasonlítani a két gyakorlatot. Ugye alapból itt a fogantyúknak az állása, illetve az, hogy előrébb van a súly, a test előtt van. Nem tudod ide fektetni kulcsonthoz, vagy vár, amit egy súlyemelő. Ezért is van, hogy a súlyemelőknek is a technikai tudásait eltörpülönni a gyakorlatnál. Nyilván akkor egy súlyemelő tartaná a röntgenyomás világrekordját, de nem így van. Itt nem tudod megkerülni valamennyit, mindenképpen bele kell nyomni. Teljes mértékben nagyobb súlyt nem lehet kitechnikázni. Úgyhogy nem hasonlítható össze. Olyan 20 kiló simán van különbségben. Nyilván valakinek kevesebb, valakinek több, de átlagosan azt mondhatom, hogy egy 20 kiló, 15-20 kiló van. Nekem például 15 kiló különbség van egy ruddalnyomás és egy röntgenyomás között. Meg a súlyérzet is sokkal másabb, az egy nyomja a mellkasodat, itt nem tudsz levegőt venni. A rönk a kevesebb, ugye? Ja, és a rönk a kevesebb, persze. Ja. Úgyhogy, ha van még ilyen kérdés, kérdezzem. Könnyű. Ez pumba, persze, ez egy gyerekedének pumba. Veszed már? Tiszteletem.
Egy tízes rá, most már csak 100. Cél a kettő, ebbe két ismétlés, 110-ben. Úgyhogy hónapok óta így a közös edzésen nem produkáltam még a 110-et. Ezzel a rönkkel. Ezzel a rönkkel. Az otthonival már ment a 120 is, de ezzel itt még nem. Tudod, mi a baj? Az lovász személynek a rönkje. Az a baj. Imi a hibás. 3.55 húzott most napokba edzésem, ugye bevágjuk. Szépen így haladunk. 20, utána 30. A 30 is jól megy, akkor rámegyünk a 40. Állj meg vele egy pillanatra. András visszajött 5 kilót, 115. Negyvenre rámegyek, szeretném megnyomni majd májusig, ugye nálunk az OB 120 vagy 140 a választható súly, amiben nyomni kell, szeretnék a 40-re menni. Oh!
Nem volt ez rossz próbám? Abszolút. Nem is éreztem annyira úgy, hogy szétnyomna, de még egyszer rámegyek. Második gyakorlat. Egykezes nyomás. Ez is elég gyakori szám. Hát a tavalyi évben a rönk meg az egykezes váltotta egymást, vagy ment volt mind a kettő a versenyeket. Úgyhogy a rönk után a második legnépszerűbb gyakorlat, vagy a legsűrűbben előforduló. Igen, mert a népszerű az az lenne, hogyha szeretnénk, de utáljuk. Üdesen 50. 56 fél. Kerekítitek 60-ra, vagy ezzel nyitját? Ezzel kerekítjük 57-re. Jó. 57 lesz a kezdősúly. Kilót beledobunk, tehát a két ötöst, és akkor 67. Itt még nem nyomtam ennyit. Próbálkozás volt az első, de most megnyomom. Remélem. Meglököm. Sok lábat tegyél vele, hosszan. Most megvan. Okay. Jön a, ez a golyós egyközes, ez 73, Andrásnak egy egyéni csúcs, ez egy rekord kísérlet, hölgyeim és uraim. Most nem szeretném csinálni. Igen. Ugye a versenyrendben már van nagyobb is, 87-es, ugye a nagy. Jó. Van ugyanilyen nagy beton üzéből, egy kezesből 87 kilós fix. Elég Freddy Béni. Nagyon találd el. Az van, de? Jó. Nem volt ez. Ígéretes. Jó. Neked nem fekszik ez a befordítós, ugye? Nem számoztatik fel sehol. És ugye már ahogy belegugolsz, kicsit megúsz lefelé. Leengedi a kenyőköd az egy picit. Igen. Ugye feltámaszkodítva a vállalatot csukjátra, akkor van egy alátartás. Egyébként április 15-én lesz országos rekordkísérletebb az egyközes nyomásban. Csapatunk tagja, lehet mondani, Loson Cími fogja megpróbálni. Ő tartja a jelenlegi magyar rekordot, és 113 kilót tud nyomni egyközessel, olyan tölthetővel. És 121 kilót fog megpróbálni április 15-én Békésszent Andráson. Ha valakit érdekel komolyabban, vagy el szeretne menni, akkor írja nekünk és elküldjük a időpontot, helyszínt, hogy hol, mikor, hová kell menni. Szurkolni neki. Nem, meg lesz. Ezt is már megcsinálta, most már csak hivatalossá kell tenni, hogy hajrá, Imi. Mi meg első érünk itt a 70 kilóval. Könnyű. Nem rossz? Ekkor is volt? Nem vészes. Ja.
rosszan megtoltad. Jobban ráült. Jobban, de nagyon nyomás. Így, ahogy látom. Hogy jó, megküldöd, meg belerogyasztod, meg az élet. És eléggé nyomás. Hogy valahogy a dinamikát kére. Hát a profikat biztos nézted. Úgy meglöki, hogy felugrik. Aha. Tehát ha lassítom, megnézed, nincs a lába a földön. Úgy meglöki, hogy fel is emelkedik a talajról. Tényleg ide súlya velé. Akkor átdobbant. Annyira meg kell lökni. Szóval az egykedes nem a legjobb nyomók nyerik, vagy nem a legjobb, legerősebb vállúak, hanem a legtechnikásabbak. Nagyon el kell kapni. Ezt közben betöltjük 80-ra, rámegyek. Rég nyomtam. Ugye ez az egykezes is, nézd oda. Ez is felejtős volt nekem. Ugye itt a jobb vállam sérült, vagy a jobb kezes vagyok, csak jobb kézzel bírom nyomni. Úgyhogy nem is volt esélye vagy lehetőségem ezt nyomogatni. Nem is mertem. Ha! Az igen. Easy lift! Csak összetörünk valamit. Oh! Két éve biztos nem volt 80. Ha már 140 nem ment kérünk el, ezzel azért a 80 az magamhoz képest jó. Egyre harmadik próbálkozás volt. Én úgy látom, hogy egyre feljebb megy, meg jobban elkapod. Hát, csak beleteszem még ezeket a kettő feleseket. Megpróbálom a 85-öt. Annyi a maxod, vagy annyit már nyomtál? Na, meg nem mondom, lehet, hogy nyomtam, de jó régen. Biztos, hogy 3-4 éve. Lehet, mikor még ezt megcsináltuk és kész lett. Fogd meg! Azaz! Jó, 85. Simon. Nagyon jó. 85 se gondoltam, hogy ennek is örültem. Nagyon jó technikád, nagyon jól elkapod. Igen? Aha. Sok videót nézek. Loncinak a videóit, ahogy nézed. Sok Loncit nézek. Nem mondom, hogyha nem rakom jobban össze, vagy nem csinálom. Egyszerűen kéne szembenbe lehet. Ha csinálnám rendszeresen, mert amúgy én nem szoktam csinálni. Na jó, most megtetszett. Lehet, hogy fogom csinálni máskor is. Érdemes lenne egyébként, hát ez is szinte alapszám a versenyek. Hát igen. Hosszabb. Megint egy kicsivel jobb. Mindegyiknél azt hiszem, hogy ki fogod nyomni. Én is. Az igen.
Kitette így ezt a vázigét. Lenyomtuk a tréninget. Jó volt végül is, annak értékei szerintem. Rögben nagyot küzdöttünk, rámentünk többször, mind a ketten a nagyobb súlyainkra. Neked a 120 az lóg a levegőbe. Nagyon. De már a 110-be 2 az igen. Egy jéni. Itt. Igen. Ezzel a röntgel. Hogy értékeled a mai tornát, főleg a röntge egy közös részén? Jól értékelem, erre számítottam. A 120 az most lóg a levegőbe. Nyilván, de megugorjuk addig, ameddigre kell. Az egykezesbe mindenképpen előrelépés a 73 kiló, igaz nem ment ki, de már azért négyszer rámentem, rápróbáltam, úgyhogy szerintem az is hamarosan meg lesz. Úgyhogy igazából jól értékelem. Jó volt. Nekem is jó. 40-es mérföld rámentem kétszer, az már jó. Hát nem sok kell nekem sem, szerintem mint neked a 20-hoz körülbelül, ott a végét ki erőltetni, kinyomni. Jó, egykezesbe az lehet, hogy egyéni rekord, nem tudom. Annyira régen nyomtam 80 fölött, hogy nem emlékszek. Lehet, hogy ez 85 egyéni rekord. Ennek örülök. Jó volt. Nyomjuk, készülünk. Iratkozzatok fel. Szevasztok.